Üdvözöllek! Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogyan tudod megnézni azt, hogy a piacodon milyen trendek vannak, ehhez pedig a Google-nak a Trends eszközét fogjuk felhasználni. A Trends eszközt itt láthatod, ugye a google.hu/trends oldalon, és ide csak annyit kell írni, hogy beírod azt a kulcsszót, ami jellemző rád, mondjuk a te termékedre. Mondjuk példaként hozzuk a tableteket, beírom azt, hogy tablet, és most már le is fogja nekem szűrni azt, hogy a tableten milyen trendek vannak. Itt látható, hogy 2010-ben kezdődött egy trend, igazán itt 2011, és itt alakultak különböző trendek. Most megvizsgáljuk ezeket a csúcsokat. Ugye itt látható, hogy 2011. december, 2012-13, és itt is látható, ez is valószínű december lesz. Igen. Tehát itt látható, hogy decemberben vannak a csúcsidők. Ez azt jelenti, ami neked ebből jó, hogyha mondjuk ilyen tableteket árulsz, akkor tudod, hogy itt november környékén már el kell kezdened készülődni mondjuk egy kampánya, hogy itt decemberben jól el tud adni a tableteket. Itt, hogyha lejjebb megyek, akkor itt látható, hogy itt ugye benne van többféle ország, illetve a kereséseknél is láthatók nem csak magyar, hanem külföldi találatok is. Itt azt kell csinálni, hogy a felül ugye az van, hogy világszerte, hát hogyha Magyarországon szeretnél forgalmazni, akkor egyszerűen itt a szűrőbe meg kell keresned azt, hogy hol van Magyarország, és kiválasztod, és már is csak a magyar találatokat fogja lehozni, és mutatni fogja azt, hogy itt milyen trendek vannak. Hát itt is ugyanúgy a világ trendhez képest, ugyanúgy a december volt az érdekes. És hogyha egy kicsit jobban szeretnéd megvizsgálni egy adott időszakot, mondjuk december és 2012 és 15 között itt, akkor itt az időszaknál, hogyha lejjebb megyünk, akkor itt van egy ilyen, hogy egyéni, és itt meg kell adni azt, hogy 2012, mondjuk januártól 2015 szeptemberig leokézom, és már is látható itt jobban kirajzolódva, hogy mikor vannak trendek. Illetve a kategóriákat is tudod szűkíteni, itt vannak különböző kategóriák, és azt is meg tudod nézni, hogy mondjuk a YouTube keresés ezek közül mennyi, illetve ami nagyon hasznos lehet, hogy nem csak a trendeket tudod megnézni, hanem itt lejjebb a kapcsolódó kifejezéseknél azt is, hogy pontosabban milyen szavakat írtak be, illetve hát itt följebb pedig azt, hogy milyen területeken, az ország milyen területein írták be ezeket a kulcsszavakat, illetve ami nagyon hasznos lehet még azt, hogy mondjuk összehasonlítjuk a mobil szóval, és megnézzük azt, hogy arányaiban hogy alakul a mobil. Ugye itt is látható, itt meg kell nézni a csúcsokat, hogy ott hogy néz ki, és mikor vannak ezek a trendek, és azokra érdemes felkészülni, és ugyanúgy itt tudod választani, hogy a mobil, illetve a tablet kulcsszóra milyen keresések hol vannak, illetve itt a kapcsolódó kifejezéseknél is használt kulcsszavakat tudod megnézni. Ezek nagyon jók lehetnek akár blogbejegyzés írásnál is, ugye ezekre a kulcsszavakra keresnek, tehát ha erre optimalizálsz egy oldalt, egy bejegyzést, az jó jöhet neked arra, hogy rátaláljanak. Remélem, hogy hasznos volt ez a rövid videó, köszönöm szépen a figyelmed!